az iskolákban korábban bevezetett preventív intézkedések elegendőek a koronavírus elleni védekezéshez, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Az iskolákban korábban bevezetett preventív intézkedések elegendőek a koronavírus elleni védekezéshez, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán elmondta, a mostani helyzet egyelőre nem olyan, amelyek további intézkedéseket vagy azonnali beavatkozást igényelne. Hozzátette, az iskoláknak sikerült megszervezni például a testhőmérséklet mérést, amihez 41 ezer digitális hőmérőt biztosított a kormány, és a legnagyobb épületekben hőkapukat is felszereltek. Kitért arra is, az őszi írásbeli érettségiket a tavasszal már bevált módszerrel szervezik meg, vagyis kis csoportokban a távolságtartás szabályait betartva vehetnek részt ezeken a diákok. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, a szóbeliket most is megtartják. Sokkal több intézményt vontak be a lebonyolításba, így kisebb csoportokban vizsgázhatnak a diákok. Elmondta azt is, 24 óvodában van rendkívüli szünet, ami a csaknem 3000 ilyen intézménynek 0,81%-a. 17 iskola zár be ideiglenesen, és 102 további olyan iskola van, ahol tantermen kívüli digitális oktatást vezettek be, jellemzően egy-két osztályban. Maruzsa Zoltán jelezte, két hét múlva, október 23-tól őszi szünet lesz az iskolákban, ami alkalmas lehet arra, hogy a fertőzött intézményekből kisöprődjen a vírus.